Válaszlevélben jelezte az Európai Bizottság megválasztott elnöke Ursula von der Leyen, hogy támogatja a DK törekvését az európai minimálbér bevezetésével kapcsolatban. A párt szerint az európai minimálbér az átlagbér 60-70%-a lenne. Molnár Csabával beszélgetünk. A demokratikus koalíció az Európai Parlamentben kezdeményezi, ez a legfrissebb, hogy az unió jogi eszközökkel kötelezze Magyarországot az euró bevezetésére, hogy rögtön egy újabb követelést hozzak az előző, amit itt említettünk mellett, ami ugye a bizonyos európai alapjövedelemről szólna. Az, hogy az uniónál követelik, és nem a magyar kormánytól, az azt jelenti, hogy itt minden eszköz, minden lehetőség kifogyott? Hát repülőrajtot vettünk, amit megígértünk az európai parlamenti választási kampányban DK-s politikusként, azt nyilván nagyon gyorsan be is akarjuk tartani, ezért volt, hogy először akár az euró ügyében, akár a európai minimálbér ügyében rögtön elkezdtük a kemény munkát az európai parlamentben, nyilván az a dolga a képviselőnek, hogy amit megígért, azt tartsa be. Euró ügyben szerintem ugyanaz a helyzet, mint az európai Magyarországra is vonatkozó minimálbér ügyében. Egyiket sem akarja megcsinálni a magyar kormány. Ez nagyon világosan látszódik, hogyha Magyarországon az a szabály lenne, amiben most Európában formálódik, hogy az átlagbér 65-70%-a lenne a minimálbér, akkor most azonnal 100 ezer forinttal meg kéne emelni a minimálbér. Azért azt tisztázzuk, hogy a nemzeti átlagbérről nemzeti van, átlagbér, minden ország esetében. Így igaz, de akkor most 70 százalékig 100 ezer forinttal meg kéne emelni a minimálbért. Orbánék erre nem hajlandóak, mert nyilván nem a kis emberek érdekében politizál. Hasonló helyzet az eurónál, a miniszterelnök és a jegybank elnöke is világossá tette, hogy nem hajlandóak bevezetni Magyarországon az eurót. Mi vagyunk az egyetlen Európai Uniós tagállam, amelynek még céldátuma sincsen arra, hogy mikorra szeretne majd egyszer eurót. 2024-ben várhatóan bolgár euró lesz, 2025-ben román euró lesz, szintén 2025-ben horvát euró lesz. Lengyelek, ez a három ország, azért ezt a három országot mondtam, mert ez mind a három később csatlakozott az ezt Európai Unióhoz. Ezt én értem, de itt megint a V4-ekből három az, amelyik kilóg a sorból. A szlovákok már régben vannak, jártak vele az elmúlt, most már több mint 10 éve tagjai a szlovákok az eurozónának. Ők egyébként a legjobb bizonyíték arra az Orbánék által mondott félelemnek a cáfolatára, hogyha bevezetnénk az eurót, akkor drágulás lenne. Az elején voltak a szlovákok nehézségeik, azért arra emlékszünk. De nem az volt, hogy elszaladtak az árak, az elején sem történt meg. Az elmúlt 10 évben most jelentek meg egyébként néhány héttel ezelőtt frissen a számok, jóval alacsonyabb volt az árak emelkedése Szlovákiában, mint Magyarországon, az élelmiszereket tekintve pedig töredéke a magyar áremelkedésnek, vagyis ez az állítás sem igaz. Mi azt mondjuk, hogy azok az országok, akik csatlakoztak 2014-ben velünk együtt egyébként, vagy 2004-ben az Európai Unióhoz, akkor a csatlakozási szerződésben vállalták az euró bevezetését is. Nekünk erre, mi ezzel ellen nem kaptunk felmentést. Amikor a magyar emberek népszavazáson döntöttek az uniós csatlakozásról, akkor népszavazáson döntöttek az euró bevezetéséről is, mert ez benne volt a csomagban. Vagyis amit most a magyar kormány csinál, de önnek igaza van, amit a lengyel kormány is csinál, az egy a választók által eldöntött és az Európai Unió által ezért kötelezően előírt kötelezettségnek a nem teljesítése. Azt mondja a jegybank elnök, hogy hát ez nem pénzügyi kérdés, hanem nemzetstratégiai ügy. Mondom a jegybank elnök úrnak, hogy még egyszerűbb ennél a helyzet. Ez egy jogi kötelezettség, melyet nem Brüsszel oktrojált ránk, hanem döntöttünk róla demokratikusan népszavazáson. És mi azt fogjuk kezdeményezni, hogy ha a magyar kormány nem hajlandó betartani ezt a kötelezettségét, amiről mondom még egyszer, a magyar emberek népszavazáson döntöttek, akkor ezt kényszerítsük ki. Hogyan? Európai Uniós eszközökkel. Hát legfeljebb indul megint valami kötelezettségszegési eljárás, megint elindulnak a viták. Hogyan lehet ezt kikényszeríteni egy országtól? Valóban egy független országtól, amely persze az unió tagja, de hát mégiscsak ilyen ügyekben maga dönt. Nem, ilyen ügyekben nem maga dönt. Az Európai Uniónak ez egy kötelező szabálya, melyben a magyar kormánynak semmiféle mozgástere nincsen. Borzasztó egyszerű technológia volt. Ugye van 4 vagy 5 fontos kritérium az euró bevezetésé, ezek pénzügyi kritériumok. A magyar kormány azt a trükköt játszotta az elmúlt néhány évben, hogy néhány kritériumot direkt nem teljesített, ezért azt mondhatta, hogy például? Hát mi szeretnénk például
Egy kritérium, amit folyamatosan nem tud teljesíteni a magyar kormány, az az államadósság. Ugye azt mondják, hogy az a teljes nemzeti össztermék 60%-ánál nem lehet magasabb, de teszem hozzá, több olyan ország csatlakozott már az eurozónához, amelyik nem teljesítette ezt a kritériumot, inkább csak a csökkenő tendencia, amit elő szoktak írni. Szóval a magyar kormány azt a trükköt játszotta, hogy nem teljesít kritériumokat, és azt tudja mondani, hogy hát mi bevezetnénk az eurót, de hát sajnos nem állunk rá. De nem, most már nagyon régóta azt mondják, hogy nem. Csak az elmúlt néhány évben egyébként egyéb típusú, más típusú kényszerek miatt kiderült, hogy az államadósság kritériumon túl mindegyiket teljesíti Magyarország, vagyis ezt a trükköt, amit 5-6 évig játszott Orbán, ahogy ön helyesen mondja, az elmúlt néhány évben már nem tudja eljátszani. Akkor most jön a politikai magyarázat. A Fidesz ugyanis megszólalt az önök nyilatkozatára, és azt mondja, hogy Gyurcsányi ki akarják szolgáltatni az országot Brüsszelnek. Ezzel a követeléssel a Fidesz olvasatában Magyarország Brüsszelnek lesz kiszolgáltatott. Fordítsuk de akkor mitől? Ezt a történetet. Akkor a Fidesz szerint a magyar emberek 57%-a ki akarja szolgáltatni az országot Brüsszelnek, mert a legfrissebb, múlt héten megjelent közönkutatás szerint a magyarok 57%-a támogatná az azonnali euróbevezetést, és csak 28 vagy 29%-a mondta ki, hogy ezt nem támogatja. Ugye ebből egy egyszerű matek alapján azt látjuk, hogy még a Fidesz szavazók között is nagyon sokan vannak, akik azonnali euróbevezetést szeretnének, hogyha magyar emberek 57%-a Fidesz szerint hazaáruló, én szívesen beállok ebbe a sorba, ráadásul mi ellenzéki politikusokként ezt már... Akkor valamit a Fidesz nem ért, mert a kommunikéjük utolsó mondata úgy szól, hogy számunkra továbbra is Magyarország, a magyar gazdaság és a magyar emberek érdeke az első. Vagy a magyar emberek többsége nem tudja, mi az érdeke, vagy a Fidesz másképp látja és nem érti. Ez borzasztóan egyszerű ez a történet. Magyarországnak jó az euró bevezetése, mert hogyha például lenne most nálunk euró, akkor nem kéne félnünk attól, hogy újabb történelmi csúcson van, vagy mélyponton van a forint árfolyama, ami miatt minden terméknek brutálisan meg fog majd nőni az ára a boltokban. Ha most nekünk 10 éve eurónk lenne, akkor most nem nézné mindenki reggelenke gyomorgörcsel a forint aktuális árfolyamát, ami ugye begyűrűzik természetesen a hétköznapjainkban. Itt most láttam, hogy néhány élelmiszer 60-70%-kal drágult tavaly óta. A magyar embereknek érdeke az euróbevezetése. A magyar gazdaságnak is érdeke az euróbevezetése, mert egy kicsi, nyitott, exportra termelő ország vagyunk. Nyilván az ilyenfajta kiszámíthatóság jó. Kinek nem jó az euróbevezetése? Kinek? Csak Orbánéknak és Matolcsijéknak, mert akkor nem tudnának játszani az árfolyammal, és sokkal szűkebb lenne a lopási lehetőség is. Mondok önnek egy konkrét példát. Hogyha mi bellennénk az euróövezetben, akkor ugye a Magyar Nemzeti Banknak, mint ahogy egyébként az összes többi euróövezetben lévő nemzeti banknak, érdemi befolyása a monetáris politikára, tehát az árfolyamra nem lenne, és nagyon szigorú szabályok vonatkoznának rájuk az Európai Központi Bank. Nem erről bankon. Szól a történet? Vagyis az Európai Központi Bank akkor mondhatná azt, hogy a Magyar Nemzeti Banknak nincsen lehetősége arra, hogy 250 milliárd forintot szervezzen ki különböző alapítványokba, amely, ugye megtanultuk már a verset, utána elveszíti a közpénz jellegét, magyarán szórva ellopják. Ha lenne nálunk euró, akkor érvényesek lennének azok a monetáris szabályok, ami alapján például a Nemzeti Bank pénzét nem lehetne ellopni. Én értem, hogy ebben ellenérdekelt Orbán, de megint csak azon a módon, amiben ő ellenérdekelt szokott lenni. Fontosabb neki a zsebe, mint a magyar embereknek az érdeke. Hogy lesz európai minimálbér? Ugye kapott egy levelet Dobrev Klára, erről tartott már egy sajtótájékoztatót Ursula von der Leyentől, a megválasztott európai vezetőtől, amely arról szól, hogy ő támogatja ezt. Ez még nem jelenti azt, hogy lesz európai minimálbér, ez azt jelenti, hogy még egy támogató van. Hogyan tovább? Hát Isten, nagyon sok támogatónk van ebben a dologban. Mikor ezt először mi felvetettük, az egyébként pontosan von der Leyen asszony frakciónk, európai baloldali frakció előtti meghallgatásán volt. Akkor kérdeztük tőle ezt először, hogy támogatja ezt a dolgot, akkor is támogatta, most ezt írásban is megerősítette, de akkor nagyon-nagyon sok nemzeti delegáció jött elő ugyanezzel az ötlettel. Én azt látom, hogy az európai baloldal programjában benne van, az európai kereszténydemokrata jobboldali pártok programjának jelentős részében benne van, az európai néppárt programjában kifejezetten benne van, támogatják a zöldek, és támogatja a liberális frakciónak egy jelentős része is. Ez egyértelmű többség Európában. Szerintem ebben most
teljesen bizonyosak benne, hogy érdemi változás lesz a korábbiakhoz képest. 5 évvel ezelőtt, mikor ezt először felvetettük, mert akkor vetettük fel, akkor nem láttunk ebben erős európai támogatást. Most azt látjuk, hogy ebben mi már nem nagyon mondunk, Magyarországon újat mondunk, de Európában nem mondunk ebben újat. Az, hogy valamilyen szintű tisztességes megélhetés biztosító Európai Uniós minimálbér legyen, az nem igazán vitatott kérdés. És azért gondoljunk bele, a legbefolyásosabb politikus az Európai Unióban az Európai Bizottság elnöke. Ha ő ilyen javaslattal jön elő, akkor azt gondolom, hogy áll mögötte olyan támogatottság, hogy ez rendben legyen. A magyar gazdaság kibírna? Én teljesen bizonyos vagyok benne. Magyarországon a minimálbért az nagyon tudatosan tartja a kormány alacsony szinten, egész egyszerűen nem érdekli a legszegényebb embereknek a helyzete. Hogyha lenne nálunk automatikusan megállapított minimálbér, akkor nem csak az lenne a haszna, csak ott értsük csupa idézőjelve, hogyha mondjuk a átlagbér 60-70%-ához kötnénk, akkor a mostani 150 ezer helyett 220-250 ezer forint lenne a minimálbér, ami azért egy jó történet, hanem azért is, mert megszűnne az az ócska politikai játék, hogy a kormány minden évben a saját meglátása és politikai játszmai szerint dönt a minimálbérről. Akkor lenne egy automatizmus. Mindenki tudná, hogyha mennek fölfelé a nemzetgazdasági bérek, akkor megy felfelé a minimálbér is, és egy dolgot ne felejtsünk el. Az, hogy nem lehet megélni ma Magyarországon a minimálbérből, azt maga a kormány ismeri el akkor, amikor a kormány szerve, a statisztikai hivatal azt mondja, hogy az a fajta megélhetési minimum, ami ahhoz kell, hogy az ember túl tudjon élni egy hónapot, az ma Magyarországon magasabb összegű, mint a minimálbér. Vagyis a kormány bevallja, hogy olyan pénzt lehet adni Magyarországon az embereknek, ami nem elég ahhoz, hogy 28-án is lehessen enni. És meglátjuk, ennek nincs párja Európában. Mindenesetre köszönöm, hogy megosztotta velünk, aztán figyeljük a folytatást. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Szanyi Tibort várjuk, nem sokára folytatjuk.